Repülőgéppel permetezik a banánültetvényeket. Mindennapos látvány Dél-Amerikában. Csak azért, hogy mi tökéletes gyümölcsöket vehessünk, teljesen egyformákat. Nagy mennyiségben minőségi banán termeszteni egyszerűen képtelenség, ha nem kezelik semmilyen növényvédőszerrel. A német fogyasztó a szép árut viszi. Magas színvonalú banánt kér, alacsony áron. De ki fizet meg ezért? A banán ára. A hamburgi kikötő. Kirakodják a Hansa Visby teherhajó szállítmányát az Oswald kájon. Előző este futott be 3 hetes utat követően Ecuadorból. Hozta az utánpótlást a német piacra, ahol évente közel 1,3 milliárd tonna banánt fogyasztanak. Számítógép vezérelte logisztikai központ gondoskodik arról, hogy a németek akkor vehessenek a déli gyümölcsből, amikor kedvük tartja. Az áru innen jut el az európai vásárlók tömegéhez, Helsinkitől Kijevig. Követjük a teherautót a Morflét kerületbe, az Univeg Deutschland leányvállalatához, amely az egyik legnagyobb német forgalmazó. Dobrislav Csekó szemrevételezi az árut. Ellenőrizzük a beérkező árut, azaz megvizsgáljuk a banán állapotát. Hogy mennyire nyomódott meg, vagy hasadt fel a szállítás során. Itt a tövénél például. A származási országból hibátlanul kéne érkezzen, ha viszont itt fent a száránál megrepett, vagy elkezd feketedni a gyümölcs, akkor megromlott. Minél sárgább, annál jobban látszik. Így már nem adható el? Nem, így semmiképpen. De az utóbbi időben erre nem igen akadt példa. A banánokat az ellenőrzést követően speciális kamrákba helyezik. Hogy szállítás közben is zöldek maradjanak, csökkentik a hőmérsékletüket. Ezután egy héten belül megérlelik őket. Hubert Levin értékesítési vezető magyarázza az eljárást. Ez egy érzőműszer, egy hőmérő. Kihúzom és mutatja az értéket. Hasonló elve működik, mint egy lázmérő, csak a gyümölcs hőmérsékletét mérjük vele, az úgynevezett pulpot. Természetes gáznemű anyag, etilén segíti az érést. Először beállítjuk a banán hőmérsékletét egy közepes értékre, 15,5 fokra. Aztán bevezetjük az etilént, míg a lehűtött banán belseje el nem éri ezt az értéket, és a hőmérséklet hatására a zöld, éretlen banánból ízletes, sárga gyümölcs nem lesz. Ecuadorba utazunk, hogy jobban megismerjük a banán termesztésének módját. A német boltok polcaira kerülő déli gyümölcs harmada a dél-amerikai országból származik, amely így a legnagyobb beszállító Németországban. A termesztés alig 5%-a biominőségű. Guayaquil Ecuador gazdasági központja. Az állam elsődleges bevételi forrását az exportált banán, ananász, mangó, szőlő és papaja adja. Guayaquiltól délre egymást érik az ültetvények. Stábunk elé azonban akadályokat gördítenek. Az egyik nagy importőr közvetlenül megérkezésünk előtt visszavonta engedélyét, hogy beszállítójánál forgassunk. Az ágazat képviselői óvatosak, ami az ültetvényekről keringő híreket illeti. Közvetítő útján mégis sikerül bejutnunk egy ültetvényre, az Oro Banana, azaz aranybanán gyártójához, az Opsához.
A banánfa akár 5 méteresre is megnő. Exportra elsősorban egyetlen fajtát, a Cavendish termesztik. Körülbelül 9 hónapig érik egy tő a növényen, amelyet tapasztalt munkások gondoznak. Műanyagfóliával védekeznek a rovarok ellen. Sokan szeretnének dolgozni ültetvényen, más állás lehetőség nincs a térségben. Ecuadorban minden harmadik munkahely a banántermesztéssel kapcsolatban jön létre. Hogy hívják? Johnny. Mióta dolgozik itt? 8 éve. Van szerződése? Munkaszerződés? Az nincs. Napszámosként foglalkoztatják? Igen. Johnny helyzete nem egyedi. Az ültetvényeken dolgozók zöme, akik exportra termelnek, napi bért kapnak, de semmi sem garantálja, hogy jövő héten még lesz munkájuk. Az ültetvény felett szüntelenül húznak el a gépek. Egyfolytában jönnek a repülők. Mit csinálnak? Növényvédőszert permeteznek. Mi alatt maguk dolgoznak? Ahogy mondja. Mit érez, amikor beszippantja? Rosszul leszek, és megfájdul tőle a fejem. És mit szól ehhez a főnöke? Semmit. Ez megszokott. Milyen gyakran permeteznek? Hetente? Nem, gyakrabban. 3 naponta. Amit a munkás az imént mesélt, szigorúan tilos. Az ültetvényeken nem tartózkodhat ember, mi alatt azt vegyszerekkel permetezik. Az ültetvény mellett található a repülőtér, amely az OPSA tulajdonát képezi. Errefelé megszokott, hogy a nagyvállalatok saját flottával rendelkeznek. A gépek már pirkadatkor felszállnak. Beszórják növényvédőszerrel az egyik ültetvényt, majd visszatérnek, hogy feltöltsék a tartályokat. A repülők tankolását végző csapat beszivattyúzza a vegyszeres keveréket a gép gyomrába, amely már is felszáll a következő ültetvény felé. Állítólag természetes anyagokat is használnak a kártevők elleni védekezésben, de a forgatás során kizárólag vegyszeres kezeléssel találkoztunk. A következő gépbe többek között Ciganexet töltenek, a Bayer cég egyik termékét, amely a legjelentősebb növényvédőszer előállító a világon. A német vegyipari óriás szakszerű alkalmazás mellett veszélytelennek tartja az anyagot. Rovarölőszerek nélkül elképzelhetetlen, hogy monokultúrákban termesszék a banánt. A kártevőket nem tudnák elpusztítani, hatalmas gondot okoznának. A termesztők haszna jelentősen csökkenne. Oswaldo Villavicencio, a reptér vezetője 7 gépet irányít, amelyek 200 ügyfél számára végzik a permetezést. Szerinte ez nagy előrelépés. 95% fumiga con avión. Mi rendszerint 95%-ban géppel permetezünk. Így sokkal hatékonyabb. Azok, akik kézi erővel permeteznek, közvetlen kapcsolatba kerülnek az anyaggal, amely mérgező és megbetegedhetnek tőle. A repülőgép azonban problémamentes és sokkal gyorsabban megy. Egy ültetvény 15-20 perc legfeljebb fél óra alatt bepermetez. Ha ezt egy ember végezné, 2 hektáron egy napba telne. Egész nap menetelne az ültetvényen. De vajon melyik anyagot tartja az ügyvezető a legveszélyesebbnek?
Villa Vicencio kihalász egyet a dobozok közül, amelyekből a legutolsó gépbe töltötték a vegyszereket. Ez az, a Calixin. A BASF gyártja, németek. Elképesztően mérgező, nagyon vigyázni kell vele. A szikatóka gomba ellen van, ami megtámadja a banánt. Cserélgetni szoktuk más vegyszerekkel, mert a növények nem szeretik, ha mindig ugyanazzal permetezzük őket. Váltogatni kell, nehogy ellenállóvá váljanak. A Calixin nem engedélyezett az Európai Unióban. Kamerát szereltünk az egyik gépre, hogy megmutathassuk, hogyan oszlatják el a vegyszereket a növényeken. A pilóta kinyitja a fúvókákat, amint az ültetvény fölé ért. Akkor sem állítja le a permetet, amikor elrepül egy lakóház felett. A gép egyenletesen oszlatja el a vegyszert. A lényeg, hogy minden négyzetméterre jusson a permetből. A vízbe is kerül a méregből. A törvény megengedi, hogy repülőgéppel permetezzék a földeket, nemzetközi jogszabályok alapján, ám házakat és embereket nem érinthetnek. Isaac Marin pilóta jobbára csak műszaki problémára tud hivatkozni. The problem is houses inside the farms, not outside, inside. Az a baj, hogy az ültetvényen belül is állnak házak, nem csak a környékén. Lehet, hogy laknak is bennük. Ezeket nem tudom kikerülni. Attól függ, mekkorák. Néha képtelenség őket elkerülni, és sajnos lepermetezem. Ha elzárnám a fúvókákat, 30-40 méteres sávban nem jutna a szerből a banánokra. Ezt nem tehetem meg. Ez a gond. Ez ellen nem tudok tenni semmit. Ecuadorban az ültetvények nyeresége úgy látszik fontosabb, mint az állami törvények betartása. La Unión, tipikus tengerparti falu. Egy napig tart oda az út az Opsa ültetvényétől. Itt is nyílt egy üzlet, amely kizárólag mezőgazdasági termékeket árusít. Mindenre van méreg, gombák, rovarok és gyomok ellen is. Megkérünk két gyereket, hogy vegyenek valamit. Mit vettél? Glifozátot. Az mire jó? Gazok ellen. Otthonra? Nem, ezzel a földeken írtanak. A fiúknak természetesnek tűnik, hogy növényvédőszert vásárolnak. Nem először szerzik be innen a rovarölőt. Vajon azt tudják, mennyire veszélyes ez a folyadék? Mit jelent a kék szalag rajta? Azt, hogy óvatosan kell hozzányúlni. Ha megissza egy gyerek, abba belehalhat, mert kikészíti a gyomrot. Németországban fiatalkorúak nem vásárolhatnak növényvédőszert, a vásárlót pedig alaposan tájékoztatják a termékről. Mi gond nélkül hozzájutunk egy rendkívül mérgező vegyi anyaghoz. Mi ez? Gombák ellen védőszer, vagyis rovarölőszer. Mit jelent a piros szalag? Hogy mérgező? Mennyibe kerül? $5? $3.50. A munkások összegyűlnek a falusi szövetkezetben. Ők is szeretnének létrehozni egy helyi szakszervezetet, amely a permetezés ellen jobb fizetésért harcolna.
Az ültetvények vezetői azonban mindenkit elbocsátottak, aki a szervezkedésben részt vett. Fekete listára kerültek, ezért az országban máshol sem alkalmazzák őket. A megélhetésük a tét. Mással sohasem foglalkoztak. Két munkás is meghív minket az otthonába. Munkanélküliek, nem tudják hogyan tovább. De félnek a növényvédőszerektől. Az ültetvény tőszomszédságában lakunk, csak egy 20 méter széles folyó választ el minket tőle. A repülők permeteznek és mérgezik a falubelieket. A sok vegyi anyag szennyezi a folyót, amely a földekről kerül bele. Valahányszor permeteznek, kárt tesznek a vízben, a mérgek a tetején gyűlnek össze, mint az olajfoltok. Ez borzalmas, nem csak a közösségünknek, de mindenkinek, aki a folyó mentén él. Nem tudják, miből gondoskodjanak a családjukról. Átlagban 290 dollárt keresünk, ez a havi minimálbér, legalábbis hivatalosan. De a Clementina ültetvényen még ennyit se kapnánk. Egyszer megnéztem egy munkatársam bérkimutatását. Fél évvel azelőtt, hogy elbocsátották, 57 dollárt kapott hetente. Alig 230-at keres havonta. A túléléshez 400 dollár kell. Abból telik ételre és iskoláztatásra. A banán jó üzlet Ekvádorban, a szerencsés kiválasztottaknak. A munkásoknak többnyire csak a morzsa jut. Az ÉBE szövetség szerint, amely a termesztőket és az exportőröket képviseli, Európa okozza a gondokat. A német áruházak és kereskedők olyan nyomott árakkal dolgoznak, hogy következésképpen a munkások körülményein spórolnak. Mi ezt az Aldi plusz egy vagy Aldi mínusz egy hozzáállásnak hívjuk. Az összes többi áruházlánc is ezen az áron venné meg a banánt. Ennek tudható be, hogy a kedvező időszakok rövidülnek, a rosszak egyre hosszabbak. A társadalmi következmények azonban súlyosabbak. Előfordul, hogy egy láda banánért 10 dollárt adnak, máskor meg csak 3-at. Akkor is, ha a termesztés költségei elérik a 4,5 dollárt. Könnyen kiszámítható, hogy így a termesztés sem tartható fenn. A munkások fizetéséről és a környezeti kiadásokról nem is beszélve. Az Aldi úgy nyilatkozott, méltányos a kereskedelmi gyakorlata, a felvásárlói ára közösen határozzák meg. Ekvádorban mégis érzik a nyomást. Az áruházláncok kiváló minőséget követelnek, ami megfelel a Global Gap európai szabványainak. A termelők évente befizetnek egy összeget, hogy megkapják a tanúsítványt, amiből a munkás semmit se kap. Ez így nem járja. Az emberek erőn felül teljesítenek, az áruházláncok mégsem fizetik meg őket. Ez nem megy. A németországi vásárlók elvárják, hogy az ekvádori banán minősége megfeleljen a Global Gap szabványnak. Ehhez az kell, hogy garantálják az élelmiszerbiztonságot, a munka- és környezetvédelmi előírásokat, és képviseljék a munkások érdekeit. A Global Gap kevesebb vegyszer használatát ajánlja, de gond nélkül megadja a tanúsítványt olyan ültetvényeknek, amelyek a levegőből permetezik a rovarölőket. A Global Gap valójában egy fal, amely megakadályozza, hogy észrevegyük, milyen körülmények között termelnek. A fogyasztó mindenből csak a tökéletes banánt látja. A gyümölcsök előtt 3 hétig tartó hajóút áll. Kifogástalan állapotban kell megérkezniük a rendeltetési helyükre. Hogy menet közben se károsítsák a banánt rovarok vagy gombák, a raktérben is vegyszerekkel kezelik őket. A szállítmány egy részét kiválogatják, előre eladják, vagy püréként értékesítik. Csak hibátlan gyümölcs érkezik Európába. A banánok Exalbön megjelenéssel kerülnek piacra. A forgalmazó az Anton Dürbeck Kft. Székhelye a németországi Bad Homburgban van.
Guayaquil mellett fekszik Puerto Bolívar, Ecuador legjelentősebb kereskedelmi elosztóhelye. Számos teherhajó itt rakodja be minden héten a Németországnak szánt árut. A legnagyobb német áruházláncok és diszkontok, az Aldi, a Réve és a Lidl innen szerzik be a banánt. A Hansa Visby rendszeresen ingázik Ecuador és Hamburg között. Hirtelen elromlik az idő. A teherautó, amely az Excelban jelzésű banánokat szállítja, késik. A sofőrnek várnia kell, amíg eláll az eső. Négy héttel később. Az Opsa banánnal teli konténere az Anton Dürbeken keresztül az Univeghez került. A gyümölcsöket érlelő kamrába helyezik, hogy aztán pár nap múlva tovább szállíthassák őket. A banánok nem arról az Opsa ültetvényről valók, ahol forgattunk, hanem a cég másik nagy birtokán termettek. Minőség ellenőrzés. Hány napig voltak az érlelő kamrában? A banánokat 6 napja tettük be a kamrába. Most már készen állnak a továbbszállításra. Ilyenkor még egyszer ellenőrizzük a minőségüket. Ahogy elnézem, nyugodtan kiküldhetjük a boltokba. Holnap jön a kamion, és kiviszi a fogyasztók számára. Úgy hallottuk, az áru a Réve, a Norma és a Sky üzleteibe kerül. Bad Homburg az Anton Dürbeck Kft. Székhelye. A nagymúltú kereskedőház a világ minden tájáról szerzi be a zöldséget, gyümölcsöt. Szőlőt Chiléből, ananászt Elefántcsontpartról. A családi vállalkozás immár 20 éve foglalkozik banánbehozatallal. A cég elsősorban Ecuadorból szerzi be a déli gyümölcsöt. Évek óta szoros együttműködésben dolgozik az Univeg csoporttal. Az Excelban jelölésű banánok innen utaznak tovább Dél- és Kelet-Európába. Egy táblán vezetik a Dürbeck teherhajóinak listáját. Köztük van a Hansa Visby. A banánok szorványos permetezése Matthias Dürbeck felügyelete alá tartozik. A szikatóka egy gombás fertőzés, ami úgy el tudja lepni a banánt, hogy szinte elpusztíthatatlan. Nagy mennyiségben minőségi banánt termeszteni egyszerűen képtelenség, ha nem kezelik semmilyen növényvédőszerrel. Csak így küzdhetők le a betegségek. Nemrég azonban kiderült, hogy a repülővel permetezett növényvédők komoly kockázatot hordoznak az ültetvényen dolgozó emberek számára. Ez így van. Szomorú, de így igaz. A munkásokat kötelezték védőmaszk viselésére, és ha a termőföldet éppen permetezik valamivel, eltávolítják onnan az embereket. Azt viszont nem állíthatom teljes bizonyossággal, hogy ezt be is tartják oda át. Mit szólnak ehhez a kereskedelmi partnereik, az Univeg vagy a kisebb boltok? Ők ragaszkodnak hozzá, hogy az áru megfeleljen a legkülönfélébb szabványoknak, és az áruházláncok is kikötik, hogy a termesztőnek be kell tartania a szabályokat. Persze a felvásárló vagy a kereskedő könnyen mondja, hogy ezt meg azt követeli, amikor valójában csak egymásra hárítják a felelősséget. Akkor kié a felelősség? Tényleg mindenki csak bűnbakot keres? Az Univeg például alapvetően ártalmatlannak tartja a banánültetvényeken használt növényvédőszereket. Közismert tény, hogy Ecuadorban a banánültetvényeket túlnyomó részt repülőgépek segítségével permetezik. És ez nem is lehet másként. Világosan megfogalmazzák a problémát, ennek ellenére engedélyezett a levegőből permetezni. Ugyanakkor korlátozzák a lakott területek feletti alkalmazást. Ott természetesen nem szabad szórni. A helyi lakosok közül mégis sokan szóvá tették, hogy falvak és elszórtan elhelyezkedő házak felett is permeteznek.
Ez megengedhetetlen. Helytelen. Nyilvánvaló, hogy sürgősen reagálni, intézkedni kell ez ügyben. Megmutatjuk a felvételeket, amelyek bizonyítják, hogy házak felett is permeteznek. Az igazgató így szembesül azzal, vegyszeres szórás közben is dolgoztatják a munkásokat. Noha megfigyeléseink nem arra a banánra vonatkoznak, amelyet az Univega Dürbektől vásárol, Thomas Averhoff a biztonság kedvéért óvatosan nyilatkozik. Természetesen mi is rendeltünk banánt a Dürbek Kft-n keresztül az OPSZÁ-tól. De egyértelműen kijelenthetem, hogy a kutatások alapján már cselekedtünk. És az ön által említett helyszíni értesülések hallattán nyugodtan közölhetem, megszakítottuk az együttműködésünket azzal a vállalattal. Hozzáteszem, ezután jóval óvatosabbak leszünk ennek kapcsán, és újfent meg fogunk győződni arról, hogy igazak-e ezek az állítások. Ha valóban azok, akkor ennél maradunk. Ideiglenesen megakasztották a szállítást a szociális és egészségügyi feltételek gyanítható megszegése miatt. Az Univeg többek közt a Sky észak-németországi üzleteibe küldi szét az érlelő kamrából kikerült banánokat. Veszünk egy kilót és elemzésnek vetjük alá. Mennyi marad vissza a rengeteg növényvédőszerből? Vajon nyomokban megtalálható a héjon és a belsejébe is jutott? A banánt egy neves élelmiszeripari laborban vizsgáltatjuk be 100 különböző vegyszerre. A német élelmiszeripar folyamatosan ellenőrzi a bejövő árut. A helyi fogyasztók híresen kényesek az ételeik minőségére. A banánra senki sem gyanakszik, gondolván, hogy a héja megvédi a belsejét a szennyezésektől. Elemeztük az általánosan kapható banánok felszínét. Többek között a kártevők elleni szerek vonatkozásában végeztünk vizsgálatokat. Növényvédőszerrel kezelik a gyümölcsöt, hogy szüret után se támadják meg a gombafélék. Ha meghámozzuk, semmiféle maradványt nem tartalmaz. Az engedélyezett vegyszerek sem lépik túl a határértéket, a termék forgalomba hozható, és nem káros. A boltokban kapható banán esetében utóbbi annyit tesz, a határérték körüli mértékben találtak vegyszereket a héjon és a száron, de a gyümölcshús gyakorlatilag tiszta. A gyerekeknek azt ajánljuk, ne harapjanak bele a banán héjába, és miután meghámozták a déli gyümölcsöt, alaposan mossanak kezet. A német fogyasztó ennek dacára biztonságban érezheti magát. De mi a helyzet az ekvádori munkásokkal? A Kieli Toxikológiai Intézetben dolgozó Hermann Kruse szerint a Siganex kifejezetten veszélyes. A szer gyártója, a Bayer kérdésünkre úgy nyilatkozott, a termék nem rákkeltő. Kruse másként vélekedik. A növényvédőszerek sorában a Siganexet tartom a legveszélyesebbnek, mert állatkísérletekben kimutatták, hogy bizony rendkívül rákkeltő hatású. Ebből kiindulva alapos a feltételezésünk, hogy az ember is joggal tarthat tőle, mert rákos megbetegedést okozhat. Kruse a kalixint is kockázatosnak véli. A kalixin egyik ható anyaga megakadályozza a penészgombák megtelepedését, az ótvarosodást. Toxikológiai szempontból azonban érdekesebb, hogyha egy nő ki van téve ennek az anyagnak, a bőrére kerül, vagy belélegzi, ennek hatására károsodhat az anya méhben fejlődő magzata. Tehát nem csak az anya, de a gyermek egészségét is fenyegeti, mert a csecsemő súlyos rendellenességekkel jöhet a világra. Ezt állatkísérletek igazolták, de az embernél is sajnos előfordulhat.
A BASF vegyipari cég saját kutatásai nyomán keresi a kalixin alternatíváját a banántermesztésben. Elképesztő, hogy a permetezést repülővel végzik az ültetvények felett. Az anyagot célzottan kell a növényre szórni, hogy kifejthesse a hatását. Képtelenségnek tartom, hogy ezek a vegyszerek iskolákra vagy lakóépületekre hullhatnak, sőt, az emberekre, akik éppen a munkájukat végzik. Visszatérünk Ecuadorba. Iskola is van a banánültetvényen, ahol 75 gyerek tanul, mind szellemi vagy testi fogyatékos. Gyógytornászok foglalkoznak velük rendszeresen, ami az országban egyáltalán nem magától értetődő dolog. Az iskola egy kiterjedt ültetvénytő szomszédságában van. Az igazgatónő Yvonne Pozzo azt meséli, gyakran zúgnak el fölöttük a permetező repülőgépek. Az idejáró gyerekek közül néhányan a birtokon épült házakban laknak. A szél átfújja ránk a vegyszereket, olyankor fátyolként borul az iskolára. Érezni a levegőben a növényvédő ízét, szagát. Erős, kellemetlen bűze van, ha belélegezzük. Becsukunk ablakot, ajtót, betereljük a gyerekeket az udvarról, és visszakényszerítjük őket az osztályterembe. Van egy kis medencénk. Ha elrepül egy gép, a vegyszer olyan foltokat képez a vízen, mint az olaj. Már azt sem használhatjuk. Az iskola védekezik, és a Környezetvédelmi Minisztériumhoz fordult panaszával. Kisvártatva megérkezett az agrárium képviselőinek válasza. A fogyatékos gyerekek rendszeresen kapnak gyógyszertámogatást egy alapítványtól. De nem tudtuk, hogy ezt az egyesületet az agráripar hozta létre. Éppen azok, akik a növényvédőszereket előállítják. Azóta nem kaptunk egy pezót sem. Így reagáltak arra, hogy panaszkodni mertünk. A logopédusnál. Sandra Icaza most Erikával foglalkozik. A szakember hetente kétszer tanítja a 3 éves kislányt, aki nehezen mozgatja az alsó állkapcsát. Na próbáld meg! Most nyisd ki a szád és csukd be! A kislánynak nehezére esik a rágás és a nyelés is. Erikának gondot okoz a beszéd, mert torzult az alsó állkapcsa. Nem képes artikulálni a szavakat. A legnagyobb és egyetlen segítség az lenne, ha megműtenék az állkapcsát. Az operáció után talán a hallása is javulna a bal fülére, ami most korlátozott. Mindkét fülkagylója épp, de a hallójáratai nem fejlődtek ki rendesen. Ez is súlyosbítja az állapotát. Sürgősen szükség lenne a kóros elváltozások okának vizsgálatára. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megállapításokat tegyünk, de Erika fejlődési rendellenességgel született. A növényvédőszerek, amelyeket repülőről permeteznek, képesek így hatni a magzatokra az anyamében. Természetesen nem támaszkodhatunk kutatási eredményekre, de úgy gondoljuk, Erika esete pontosan ezt szemlélteti. Senki sem állíthatja teljes bizonyossággal, hogy Erika fogyatékosságát növényvédőszerek okozták. Az édesanya még orvoshoz sem tudta elvinni a lányát, hogy kiderítse. Mindössze néhány tudományos kutatás készült a vegyszerek hatásáról. Az agráriparnak nem érdeke a vizsgálat, az államnak meg nincs rá pénze. A fővárosban, Quitóban az Ökológiai Akciócsoport nevű civil szerveződés küzd eltökélten a vegyszerek alkalmazása ellen.
Adolfo Maldonado orvos részt vett abban a ritka kutatásban, amely az ültetvényeken dolgozók vegyszereknek való kitettségét vizsgálta. Básicamente hay una sintomatología general, que serían los dolores de cabeza, los mareos, las náuseas. A növényvédőszerek akut tüneteket okoznak, például fejfájást, hányingert vagy rosszul létet. Valahányszor bejutnak a vérkeringésbe, azonnali és erős hatást gyakorolnak az idegrendszerre. Pero hay otros síntomas que son a mediano y a largo plazo. A mediano plazo. A kitettség közép és hosszú távú következményei azonban sokkal súlyosabbak. Genetikai rendellenességeket okozhat, kóros állapotokat, sőt, vetélést is előidézhet. Méghozzá kiemelkedően nagy arányban. A faluban 20-szor annyi rendellenességet tapasztaltak, mint a szomszédos településen, amelyet nem érint a levegőbe szórt permet hatása. Jaime Brel a neves toxikológus, az Andoki Egyetemen, Ecuador egyik legjelentősebb kutatóintézetében foglalkozik a növényvédőszerek hosszú távú negatív hatásaival. Szerinte a probléma az egész nemzetet érinti, mert országszerte alkalmazzák, nem csak a banán, de az ananász permetezésére is. A növényvédőszerekkel nem csak az a baj, hogy rákkeltőek. Noha az a legsúlyosabb betegség, amit ismerünk. Aggasztóbb, hogy kevés a közvetlen egészségkárosodással járó látványos, szélsőséges eset, amellyel kórházba kell menni, és sokkal több a hosszú távú, alacsony intenzitású, de folyamatos tünet. Két okból használnak vegyszereket a földeken. Egyrészt, hogy biztosítsák a növények fejlődését, védelmét a kártevőkkel szemben. A másik, hogy a termék elsősorban a banán szép maradjon és gyönyörűen fessen az amerikai vagy európai boltok polcain. A fogyasztói igények kielégítése azonban számos ekvádori munkás és gyerek életébe kerül. A vegyszerek szennyezik a vizet és rettenetes pusztítást végeznek a környezetben. Noha az ültetvények zömén növényvédőszert alkalmaznak, a monokultúrák közé beékelődik pár családi birtok, amely más utat választott. Náluk nincs vegyszeres írtás. Egy munkás minden nap végigmegy a földeken, és macsetével vágja ki a gyomot. A gazdák vegyes kultúrában termesztik a növényeket, együtt nő a banán és a kakaó, így nem burjánzanak el a kártevők. Régen egész Ecuadorban így ültették a banánt, mielőtt a gyümölcsöt exportálták, és monokultúrákban termesztették volna. Az ültetvény az Urokál tulajdona, egy kistermelői szövetkezeté, amely együttműködik egy német Fairtrade egyesülettel. Az úgynevezett méltányos kereskedelem annyit tesz, hogy a felvásárló szabott árat garantál a gazdának, függetlenül attól, hogy az világszerte zuhanó tendenciát mutat. A német fogyasztók ezért drágábban kapják. Az Urokál ültetvényei minden évben átesnek egy német minősítő szolgálat ellenőrzésén. Ennek során megállapítják, hogy az itt termesztett banán valóban bio. A vegyszerek mellőzésének azonban ára van. A banánokon több szépséghibát találni, mint egy hagyományos ültetvényen nőtt gyümölcsön. A növényvédők biztosítják ugyanis a tiszta és ragyogóan sárga színt. Az áru nagy részét ezért nem lehet exportálni, mert a német vásárlók nem költenek barna foltos banánra. Marcelo Matute, aki a birtokot három fivérével együtt üzemelteti, megmutatja a szépséghibákat. Jól látszik, mit okoz a héjon a mancha roja. Egy baktérium, amely elszínezi a gyümölcs héját.
A belsejét ugyan nem érinti, csak küllemre csúnyácska. De a vásárlónak így nem kell. A termés 20-30, olykor 50%-a emiatt kiesik. A gyümölcs egyik felét püréként értékesítjük, alig marad bevételünk. Mennyit kapnak ládájáért? $7 fixen. Egész évben? Igen, egész évben a piaci ártól függetlenül. Ez előnyös, nem? Hogyne. Marcelo Matute így rögzített áron képes eladni terményét Németországba. Ez rajta kívül még 120 az Urokál szövetkezethez tartozó családnak biztosít a térségben önálló megélhetést. Az élelmiszerlaborban megvizsgáltatjuk az Urokál biobanánjait is, a belsejét, a héját és a szárát. A csomagolást is elemeztetjük, amelyben a gyümölcsöt Ecuadorból Németországba szállították. Az eredmény megdöbbentő. Meglepő módon a biobanánokon is találunk rovarölőszert, ami meglehetősen szokatlan ennél a kategóriánál. A műanyag fólián pedig klórpirifoszt fedeztünk fel, amely biobanánon vagy annak csomagolásán egyáltalán nem szokott előfordulni. Noha a sima banánt erősebben kezelték mindenféle vegyszerrel, a növényvédők nyomokban kimutathatók a biogyümölcs héján, szárán és csomagolásán is. A belseje azonban mindig érintetlen maradt. A labor vezetője csodálkozását fejezi ki. A növényvédőszerekkel folytatott vizsgálat meglepett minket. Számomra felfoghatatlan, hogy tapadhat vegyszermaradvány a biobanánra. Előfordulhat, hogy a szüret előtt vagy utána, szállítás közben, vagy bárhol érintkezésbe kerülhetnek vegyszerekkel. Minden esetre szokatlan eredményre jutottunk. Vegyszermaradványok az Urokál biobanánjain. Stábunk szembesíti a Banafert, a legfőbb importőrt a teszteredményekkel. Rudi Pfeiffer igazgató magyarázattal szolgál. A kimutatott vegyszermaradványok jó részt csupán a rátapadt anyagok nyomai, amelyek az általunk végzett ellenőrzések és vizsgálatok során kerültek a banánra. Számomra egyértelmű és kétségtelen, hogy akkor szennyeződhettek, amikor érintkeztek a műanyag fóliával, amiben csomagolták az árut. A biotanúsítást kiadó hivatal, amely kutatásokat és vizsgálatokat végez ott helyben, megállapította, hogy a hagyományos termesztésből származó banánt együtt pakolták be a biominőségű gyümölccsel, és az így vegyszermaradvánnyal szennyezett csomagolást használták fel újra. Ez elfogadhatatlan és szabálytalan. Magyarázat ide vagy oda, a banánokat így már nem sorolhatják a bio kategóriába, mert nem vegyszermentesek. Ki hitte volna? Úgy vélem, a fogyasztók nem várhatják el, hogy egy biotermék maradványoktól is mentes legyen. Ezt a biominőség sem garantálhatja. Ki kell mondani, ha megdöbbentő, ha csalódást okozok vele, akkor is. A bio kifejezés a termesztés módjára utal, biológiai gazdálkodásra, amely nem használ vegyszereket. Sajnos ettől még nincs kizárva 100%-ig, hogy a szél nem fújja át a szomszédból azt, amivel a repülőgépek a hagyományos ültetvények felett szállva permetezik a növényeket. Elég egy fuvallat, és rátapad a gyümölcsre valamilyen szennyezés. A Banafer azóta nem talált maradványokat az acskókon. Vegyszereznek szinte mindent. Mi, a vásárlók hibátlanul szép, sárga banánra vágyunk. Ráadásul jutányos áron. De az ecuadori munkások túl nagy árat fizetnek ezért. A magyar változatot a Digi Kft. Készítette 2016-ban.